Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban a Mentévát, népi iparművészt mutatom be önöknek. Alkalmazott grafikusként végzett, de 1994 óta foglalkozik bútorfestéssel és restaurációval. Mintái közé elsősorban a tradicionális népi motívumok és a füves növények tartoznak. Kezei közül rengeteg lakáskiegészítő kikerült már. Üdvözlöm, Éva! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Meséljem kérem arról, hogy hogyan alakult ki a bútorfestés iránti szeretet. Eredeti szakmám alkalmazott grafikus, tehát onnan kanyarodtam a bútorfestés felé, mégpedig némi kanyarral, hiszen Pécsent végeztem, és András Valvi Bertalan fészek aljában nevelődtem a néprajz felé, és a népművészet szeretete is onnan ered. Pontosabban a családból, hiszen hagyományőrző család voltunk, de Pécs egy életre megmutatta azt, hogy mifelé tarthatok ezzel az érdeklődési körrel, és gyakorlatilag fával foglalkoztam már akkor is, tehát fafaragó szerettem volna lenni eredetileg, de azért egy nőnek mégiscsak egy lágyabb tevékenység testhez álló, ezért aztán szép lassan a nagymamám ládáján keresztül eljutottam a bútorfestésig. Hogyan alakul ki egy emberben, hogy rálel a saját motívumaira, és miért pont ezek a népi motívumok, illetve leveles növények jöttek? Maga a népi kultúra az nekem nagyon-nagyon vonzó, és gyakorlatilag élem is a mindennapjaiban. Tehát én nem egy felvett pószként, hanem a régi eszközöket használom, a lakásom is azzal van berendezve, nem múzeum, tehát mindent használunk, és éljük a hétköznapokban, de úgy gondolom, hogy azokkal a tárgyakkal veszünk magunkat körbe, amiket szeretünk, ami örökség, akkor egy kicsit a több száz évvel ezelőtti kultúra is közelebb kerülhet hozzánk. És azokat a tárgyakat, amelyeket készítek, azt viszont ezeken a régi alapokon, de a mának. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy nem múzeumi tárgyakat készítünk, 2022-ben élünk, kicsit más életformában, hiszen kelengyeládára sincs már úgy szükségünk, mint annak idején. Nem úgy gyűjtjük a kelengyét, mint akár csak 100-150 évvel ezelőtt, másképp élünk. És van mobiltelefonunk, használunk internetet, tényleg másképp élünk, mint annak idején, de összeilleszthető. Számos nagy alkotás kapcsolódik már a kezenyomához, templom felújítás terén is igen szép sikereket ért el. Mi az az a munka, ami a legnagyobb kihívást okozta önnek? A maga nemében mindegyik, hiszen akkor, amikor egy ilyen nagy léptékű munkában benne vagyok, akkor az kihívás, erre fel kell készülni. Szokták mondani a sportolók, hogy először fejben dől el, hát én ugyanezt mondhatom, tehát számos esetben előre kell foglalkoznom, akár az arányokkal, a technikai megoldásokkal, hogy lehet ezt ma megoldani. Ráadásul vannak olyan nagy léptékű munkák, amit csoportosan kivitelezünk. Én nagyon szeretem a közösségi munkákat. Annak mindig van egy varázsa, és különösen táborok idején. Ugyanis én munkatábort szoktam tartani. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán egy alkotás, hanem erre föl kell készülnie minden tábori résztvevőnek, és úgy kell egy közösségi munkát létrehoznunk, hogy ne látszódjon egy-egy alkotónak a sajátságos keze munkája, hanem ez egy egységes dolog legyen. Nyilván az oroszlán része az enyém, de a büszkeség mindnyájunké. Ilyen módon nagy kihívás volt gyakorlatilag a lökösházi új templom karzatának, karzat alja, karzat eleje, ami szintén közösségi munka, ceglétberceli mennyezet, egy 1520-as gógánbárajai mennyezet alapján. Azért, amikor 500 év elmúltával visszatekintünk, az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és felemelő, hogy 500 évvel ezelőtti mesterek kezenyomát próbáljuk visszaadni olyan nyelven, mint ahogy ők dolgoztak. De talán a legnagyobb munkám mégis a sói templom felújítása volt. Az egy 1003-ban épült az eredeti templom, Szent István fogadalmi temploma, Koppány és Vajk csatája után. Természetesen ez most már nem az eredeti templom, hisz az fa templom volt, de ennek a most álló, többszörösen bővített templomnak a mennyezetét 1724-ben festették. Aztán, ahogy az lenni szokott, sérült a mennyezet, különböző hányatos sorsa volt, és a most ott élő és regnáló tiszteletes úgy gondolta, hogy ő visszaállítja azt az állapotát a templomnak, ami a legszebb volt. És nagyon nagy kihívás volt, hiszen az eredeti kazetták egy része,
az Iparművészeti Múzeumban van, és az alapján kellett dolgoznunk. Tehát itt ki kellett találni az eredeti színeket, ami nem egy önálló út, hanem a restaurálás. Egy-egy részét restaurálták, tehát az alapján bekevertem a színeket, készítettem egy saját színkódot, és bizony az Iparművészeti Múzeum szakmai felügyeletével készülhettek a hiteles másolatok. Aztán a karzat készült el, karzatalja, és márciusban volt a hálaadó istentisztelet, amikor végre olyanná vált, amire azt mondjuk, hogy ez férfi munka volt. Nagyon érdekes dolog, hogy egy régi társasjáték rekonstrukciója is fűződik a nevéhez. Erről meséljen kérem pár gondolatban. Így van, ez a pandúros társasjáték, amely azért nagyon izgalmas, mert nem én találtam ki. Ez egy régi, a népi kultúrában nagyon gyakran előforduló, nagyon egyszerű társasjáték. A csiki-csuki kategóriába tartozik. És miután én egy tolnamegyei sváb családba születtem, és egészen sokáig csak németül beszéltem, ennek a játéknak is csak a német nevét ismertem. Ez a Halve de Kaul, vagyis a fél ló nevű társasjáték, amit annyira nem tartottam igazán blikfangos névnek. És úgy gondoltam, ha én ezt újraalkotom, ezt a játékot, akkor egy olyan magyar nyelven is jól érthető nevet kell keresnem, amely jelzi, hogy ez egy népi játék, hogy miről szól, egyik játékos a másik figuráit űzi, kergeti, tehát így lett aztán pandúros a neve, de a játékszabályban leírom a történetét, tehát hogy ez gyakorlatilag nem saját, hanem egy régi feldolgozás. És bizony nemzetközi játékversenyen is kiemelt díjat kapott, úgyhogy büszke vagyok rá. Milyen munkákkal foglalkozik mostanság? Mostanság egy magyarókereki kalotaszegi templom mennyezetre kaptam felkérést, és ezt szintén két táborba viszem be, hiszen egy teljes mennyezetről beszélünk. Óriási kazetta méret, óriási méretű kazetták ezek, amelyeket festeni fogunk, és Umling Lőrinc 1600-as évek végi munkáiból, tehát ez a bútorfestők legje. Óriási kihívás, de nagyon-nagyon szeretem, és nagyon várom már. Úgyhogy az a néhány ember, akit bevonok ebbe a munkába, ők már gyakorolnak, és már készülnek rá, és bízunk benne, hogy ősszel egy hálaadó istentisztelet keretében már a helyére is kerülhetnek ezek a kazetták. Említettük az elején, hogy bútorrestaurációval is foglalkozik. Mi az a munkálat, ami épp most kitölti a szabadidejét? Egy hartai pad sérülését kell most kijavítanom, amelyen már egyszer dolgoztam, és annyira szereti a tulajdonosa, hogy bosszantja a mostani tenyérnyi sérülés, és ezért ez lesz a következő, aminek nekiállok. Mutassuk meg a nézők számára, hogy hogy is néz ki ez a pad. Ez egy hartai pad, igaz? Így van. Mit érdemes tudni róla? Ez egy nagyon csinos pad, amelynek az ülőlapja alatt tároló lehetőség is van, és ezeket rendszerint a tiszta szobába tették be, tehát hasonlóan, mint a kelengyeládában, vagy méterárut tároltak benne, vagy valami olyan anyagot, ami nem romlandó, és mindenféleképpen portól védve szerették volna tárolni. A maga nemében a festett bútorok között egy új stílusúnak minősül már, és amikor először járt nálam ez a pad, akkor az ecsetvonásokból összehasonlítottam, hogy a hartán dolgozó öt bútorfestő műhely közül be lehet azonosítani a Katz féle bútorfestőmesterhez. És ennek nagyon megörültem, a tulajdonosa is, hiszen ő nem tudta, nekem meg egy nagyon szép felismerés beazonosítani az eredeti munkákhoz viszonyítva. Mi az a motívum vagy mintázat, ami elárulta ezt? Az ecsetvonások. Tehát például egy-egy ecsetvonásból, hogy hogyan teszi le a gömbecsetet, hogyan húzza le, mennyire kecsesen, abból mindenféleképpen következtetni lehet. Aztán maga a színhasználat, hiszen minden műhely között van némi különbség, és hát a madarak. A madár az egy egészen karakteres, jellegzetesen beazonosítható. Hogyan fog kinézni ennek a padnak a restaurációja? Itt most az lesz a feladatom, hogy ezen a felületen, ahol sérült a pad valami vegyszer hatására, ki kell kevernem egy olyan kék alapszint, ami teljesen azonos ezzel az alappal. Gyakorlatilag körbe kerülgetem a meglévő mintákat, és én úgy látom, hogy a mintát nem biztos, hogy mindenütt, talán csak a zöldet kell még egy kicsit fölfrissítenem. Ez a benne levő
pigment anyagoknak a különbségéből fakad, hogy másképp viselkedik egy-egy sérülés után. Úgyhogy a kéket fogom először kikeverni, és ilyen esetben megnézem, hogy az a tónus, amit én most látok, le is kell ellenőriznem, hogy az valóban olyan tónusú-e, mint maga a pad, ezért egy pici próbát teszek mindig, és mielőtt nekiállok, összehasonlítom. És még egy kis barnát, mert ugye ezt a kéket, ha ránézek, akkor azért már tudni lehet, hogy ezt permanent kékből, vasoxid feketéből és égetett umbrából keverem ki. Mindenki tudja. Most már én is. Így. Ez egy hűvös, sötét kék. Így, és nyers tecsettel dolgozom. Nem annyira autentikusan le fogok kanyarítani egy darab papírt innen. Ide fölviszem. És száradás után természetesen még módosul egy picit, de ha ide illesztem, akkor úgy gondolom mellette, hogy ez most egészen hasonló. Egy tónusnak, egy tónussal sötétebbnek kell lenni. Tehát azt nagyon praktikusan napon picit megszárítom. Összehasonlítom, és úgy gondolom, ő lesz az a szín, amivel dolgoznom kell. Itt pedig először azokkal a felületekkel kezdek, amelyek a legkényesebbek, tehát a minta körül, és választok egy olyan ecsetet magamnak, ami ehhez tökéletesen alkalmas. Mennyire jelent kihívást ilyen régebbi bútorokkal dolgozni? Hát az mindig nagyobb kihívás, mint egy újat megfesteni. Mi a legnagyobb nehézség, ami ilyenkor felszokott merülni? Az egyéni karaktereket meg kell tartani. Tehát nem módosíthatok a motivumokon, hiszen ez nem az enyém. Ez egy régi idők alkotójának a munkája, és azt nekem tiszteletbe kell tartani. Tehát nem vihetem be a saját egyéniségemet, míg egy újnál természetesen igen. Ott nem okozhat problémát, hogy a saját egyéni stílusom megjelenjen, de itt nem. Meg amikor egy másolatot készítek, akkor sem. Tehát akkor lehetnek az egyéni látásaim, ecsetvonásaim benne, hogyha egy vadi új tárgy készül. Szokott esetleg gondot okozni néha, hogy idősebb a fa, vagy száradtabb az anyaga? Másképp viselkedik, gondolom, mint egy újabb. Igen, a fa igazából nem. Én ezt most lehet, hogy így abba hagynám, ennek picit száradnia kellene, hogy a következő réteget át tudjam vinni. Tehát a fa száradása nem okoz problémát, sokkal inkább akkor, mint itt is egy vegyi hatás, amit nem tudunk, hogy mi okozhatta azt, hogy ez így kifakult, és azért a fa egy élő anyag. Annak ellenére, hogy ebben az esetben le van fest, hogy kap egy viasz réteget a végén, de akkor is egy lélegző, egy élő anyag, és be tud szívni különböző folyadékokat. Én itt majdnem biztos arra gyanakszom, ahogy helyenként megnéztem a felületeket, hogy valami aceton vagy hasonló, nagyon durva folyadék folyhatott rá, és az okozta. Tehát ha nem tudjuk pontosan, akkor az nyilván egyfajta kihívást jelent, de az is kihívás, amikor például egy fél templom kazettát találok, és ki kell következtetnem, hogy milyen lehet a másik fele. De ez nagyon izgalmas kutatást igényel. Ilyen fél templom kazettánál hogyan lehet kikövetkeztetni? Szimmetrikusak szoktak lenni ezek a mintázatok, vagy van olyan, hogy eltér az egyik fele a másiktól? Szerencsés esetben szimmetrikus, de ez természetesen nem mindig így van. Abszolút kutatást igényel, hiszen korban volt egy kordivat, akármilyen furcsa, de a templomfestésben is volt egy népszerű stílus, és szépen évtizedekre le lehet bontani a festés alapján, mikor készülhetett. Ha nem tudjuk, akkor is be lehet ezt határolni. És ugyanannak, ha lehet, akkor ugyanannak az alkotónak egyéb munkáit összehasonlítva, abból lehet kikövetkeztetni akár színben, hiszen ha egy fekete-fehér fotónk van egy munkáról, az is kihívást jelent, hogy jelenthet meg színben. Ha jól tudom, akkor a hagyományőrző mintázatokon kívül a
fiatalabbak számára is kedveskedik valamivel. Igen, én nagyon-nagyon szeretem a füves könyvek világát, tehát gyógynövényeket is festek, és a babaházakat, ami egy egészen más világ. Ez is érdekes, én gyerekkoromban nem babáztam sosem, én fáramáztam, indiános dit játszottam, és fiúbarátaim voltak, de aztán valahogy mindenki elér arra a szintre, én úgy valamikor 50 évesen, hogy babaházakat kezdtem festeni, és azt viszont szeretném minél hagyományhűbben, olyan jelenetekkel, olyan... Én arra készítem a babaházaimat, hogy valóban játszanak vele a gyerekek. Tehát nem ragasztom le, nem egy dioráma szerűen, hogy azt nézegessük, hanem használati tárgyak legyenek, és játszanak vele a gyerekek, főzőcskézzenek benne. Most éppen egy Bözsi néni pékségével készültem. Nézzük meg Bözsi néni pékségét! Ahogy látom, minden normál háztartásban használatos berendezés is jelen van. Hogyan készülnek ezek? Igazából nem egy egyszeri elhatározás kérdése, hanem egy folyamat. Tehát folyamatosan bővítem a portékáimat, és nagyon-nagyon vágytam kenyerekre. Én éveken keresztül úgy sütöttem a kenyereket a babaházba, hogy senki nem lehetett otthon, hihetetlen koncentrációt igényel, természetesen egész más a tésztája, mint a valóságban, de megfelelő pirosságúnak kellett lenni, és figyeltem a sütőben, hogy mikor jó. És próbáltam perecet is sütni, de egyszerűen nem tudtam megoldani. Aztán egy fafaragó ismerősömet kértem meg, hogy ő rengeteg apróságot készít, és megkértem, hogy oldja már meg fából. Egyrészt nagyon jó, mert hogyha kiállításra viszem a babaházamat, akkor sokszor fél évig is nyitva van, és nem praktikus, ha bemolyosodik. De olyannak kell lenni, mint a valóságosnak, ezért ő megoldotta nekem fából, és az a jobb, hogy meg tudtam fűzni olyanokra is, ami egy ilyen apró kincs például, kicsi ütőfát, mézes karács ütőfát készített nekem fából. És tényleg működik. Tehát ezzel már sütöttem. Na de hát el lehet képzelni, hogy 2 milliméteres a tészta. És ott nem szabad, hogy hozzám szóljanak sütéskor, mert annyira kell koncentrálni. Ez a negatív formája. Tehát egy mosolygó madonnáról beszélünk ilyen 2 centis méretben. Nagyon csinos. Aztán vannak olyan barátaim, akiket még ilyen-olyan tárgyak elkészítéséhez meg tudok fűzni, például egy kerámikus barátném csak nekem készíti azokat a tárgyakat. Kibontom most ezt a kis zacsit. Azokat a tárgyakat, amelyek a babaházban megjelennek tálaló edényként. Kis bögre, kis tányér, boroskancsó. Jól van rögzítve. És azon mosolyogtam, hogy egy olyan leveses tálat kaptam most, aminek a tetejénél kihagyta a merőkanál helyét. Tehát adja magát a feladat, hogy merőkanalat kell készítenem. Így jön egyik feladat a másikból. Másik széket is betesszük, aztán ezt a vázát lehet, hogy az ablakba. Ez egy régi darab, mert hiszen régiségeket is gyűjtök, és azzal vegyítem akkor, amikor egy vásárba viszem. Jó, ezt a kalapot, ezt valahova ide hátra tesszük. Aztán teszünk egy órát is még a pékségbe, mert hát hiszen nagyon jó, ha látogatók is látják, hogy hány óra van. Látok itt egy lekváros üveget. Ebben valódi lekvár található? Természetesen valódi lekvár. Ez éppen szilva lekvár, de van barack lekvárom is. Külesem különböző apró magvak. Például mi a meggyet, a cseresznyét is úgy esszük, hogy a magot nem dobhatjuk ki. Azt kifőzöm, és abból lesz a pici bogyiszlói paprika. Általában úgy készítem ezeket a tárgyakat, mint ahogy a régiek voltak, tehát ugyanazzal a technikával, körkörösen, ugyanazzal a hurkolással, így készült a seprű is.
Szétszedek egy nagy seprűt, megnézem, hogy milyen a szerkezete, és aztán úgy rakom össze, viszont nem cirokból készítem, mert ilyen apró méretben a cirok már nem lenne alkalmas arra, hogy söpörni is lehessen vele, tehát minimális rugalmasságának kell, hogy legyen, ezért készült a rafia, de ugyanazzal a varrás technikával, mint a nagyok. És hát bizony beteges ez a szenvedély, tehát bármit látok, rögtön arra gondolok, hogy a babaházban mire jó. Például itt a kosárban, ebben a kekszes kosárkában egyébként leveles tészta van, tehát ilyen apró eperlevél tészta, ami nagyon alkalmas nekem ebben az esetben egy keksznek. Itt ezt a másik nénit meg kell állítanom valahogy. Nagyon nehéz a kosárkája, hiszen kenyeret vásárolt a pékségben. Mit érdemes tudni a babákról? Hogyan készülnek ők? A babák drótvázból készülnek, és miután minden tárgya megy a 10 arányú, adja magát, hogy egy emberi arányt veszek alapul. Tehát a babák, a lánybabák 16 centisek, mert én 1,60 magas vagyok, és úgy gondolom, hogy az egy etalon. 16 centis drótvázas babát készítek, aztán azt pamutból beborítom, egy rugalmas pamutanyagból, és utána építem föl a ruháit, igyekszem olyan, hát itt látszik azért az alsó ruha, meg a kis vastag lába. Nem barbikat készítek, én húsvér, bőséges méretű babákat, és a ruhákat is lehetőleg olyan anyagokból, amelyek korabeliek. Itt nem találtam megfelelő kötényanyagot, ezért egyszerűen megfordítottam ugyanazt, és abból alakult ki, de a szabása, a stílusa, az ha csak lehet, akkor megpróbálom a régieket követni. És hát akkor kapott egy ilyen hentes szatyrot ez a néni, mert a pékségben ő bevásárolt. Ha jól látom, akkor a babaház mögött megbújik a pandúros társasjáték. Hogyan kell ezzel játszani? Igen, igen. A pandúros egy nagyon egyszerű társasjáték, amelynek a formája, a mező formája egy háromnegyed kör, és mindegyik átlóját meghúztam, így képződött 5 meccéspont. Erre az 5 meccéspontra tesszük le a figuráinkat, én szívesen meghívnám egy játékra. Elfogadom. Próbáljuk ki, madárkás figurákat odaadom, én a tulipánossal leszek. Ezekre a pontokra felváltva helyezzük le a figuráinkat, nem szabad a sorrendet megcserélni menet közben, mert az már befolyásolhatja, és értelemszerűen egy szabad mezőnk marad mindig. A szabad mezőre csak vonalon át szabad lépni. Ugrani tilos, és erre, ahol a minta van, arra sem lehet menni. A cél az, hogy egymást beszorítsuk, és hogy az ellenfelünk ne tudjon lépni. Kicsit a malomra emlékeztet akkor kicsit a játék igen, szabály. De a logikája a sakk és a malom között van. Nagyon huncut, nagyon tréfás és régi játék. Egyet játszunk. Akkor megpróbálok középre kezdeni. Biztonságos lépés. Jó. Ugye egy szabad mezőnk maradt, és most egyértelmű, hogy ezzel a figurával nem, csak a szomszédossal. Igen. Nem kell tudományosan. Jó, lendületesen játszok, az nagyon klassz. Most megúszott a lezárás. És most legyen az, hogy ezzel, hadd mutassam meg, hogy milyen az, ha vége a játéknak, ne legyen unalmas a nézőknek. Ha a büdös banya vagyok, akkor így lépek, és már is bezártam. Tehát ez az a pozíció, amikor egyáltalán bezárom. Igen, mert innen nincs több mozgás. Igen. Nagyon érdekes játék valóban. Mi az, amit még a munkássága során mindenféleképpen szeretne elérni? Régi vágyam, és úgy tűnik, hogy most már szép lassan alakulóban van, hogy feldolgozzam a komáromi festőasztalosok munkásságát. A komáromi műhely az egyik legnevesebb és legnagyobb volt az országban, éppen a Duna közelsége miatt gyakorlatilag Bécstől a Fekete-tengerig szállítottak, már én magam is láttam akár Bulgáriában komáromi ládát, és ezek a festőasztalosok nem csak ládákat készítettek, hanem templomi munkáik is voltak.
Magyarországon gyakorlatilag az 1650-es évektől kezdve tudunk egész pontosan datált templomot, a Szent Simonit, Ózd mellett, amit komáromi festőasztalosok készítettek, de egészen az 1700-as évek közepéig képben vagyunk. És ennek a gyönyörű 100 évnek nincs feldolgozva a munkássága. Nagyon kevés irodalmi anyaga van, és én szeretném bútorfestő oldalról feldolgozni, úgyhogy már lebeszéltem a Révkomáromi Múzeummal, ők befogadják, hiszen révkomáromi mesterekről beszélünk, befogadják ezt a kiállítást, és 20 templomot dolgozunk föl. Néprajzosok is mellénk álltak már, és az a tervem, hogy 2023-ban a kiállítás után Magyarországon több helyen is tájoltatjuk majd ezt az anyagot. Akkor nagyon sok sikert és kitartást kívánunk ehhez. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a Mentévának a vendéglátást, kedves nézőinktől pedig a figyelmet. Viszontlátásra!